A Szentegyházi Gyermek Filharmónia koncertjével kezdődött idén a 17. őszi hadjárat, mely az 1848-as erdélyi toborzást mutatja be. Nem toboroztak, hanem újonc kivetéssel állították fel az új alakulatokat. És az újonc kivetés az úgy nézett ki, hogy az udvari haditanács megadta a létszámot, hogy mennyit kell az egész országnak kiállítani, azt megkapták a megyei főispánok. A főispánok leosztották a járási főszolgabíróknak, a főszolgabírók a falvaknak, városoknak, és a bíró fogta magát, összegyűjtötte az akkori értelmiséget, a papot és a jegyzőt, és megállapították, hogy kitől kellene megszabadulni. Na, akitől meg akartak szabadulni, akkor markos legényekkel azokat összefogdosták, megkötözték, ez volt az, hogy kötéllel fogták. És elvitték ezeket a toborzó, nem a toborzó helyre, hanem a járási főszolgabírói hivatalba. Ott pedig aláíratták velük az esküt. Fogalmuk se volt, hogy miről van szó, nem is nagyon akartak. De néhány puskatus helyre tette a gondolkodásukat. Nem is volt szükség abban az időben arra, hogy börtönök legyenek, hiszen a bűnözők, vagy az éppen dolgozni nem akaró, a falu rosszai, azok bizony bevonultak a hadseregbe. 1848-ban viszont egész más volt a helyzet. Amikor megjelent a honvédsereg, akkor a fiúknak, a fiataloknak, akik most itt állnak, vagy nem fiataloknak, átfutott az eszén, hogy a szabadságért érdemes harcolni. És mit jelentett a szabadság akkor ezeknek az embereknek? A jobbágy terhektől való megszabadulás. Nem valami elvont szabadság fogalom járt a fejükben, hanem megszabadulnak a robottól, megszabadulnak a adótól, a hihetetlen adótól. 10 évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátom, aki a lovas hagyományőrzésben fontos személyiség, ő azt mondta, hogy el kell jönnünk Erdélybe, mert ezt a hangulatot meg kell, hogy tapasztaljuk. És akkor eljöttem vele, és azóta minden évben itt vagyok, amikor csak tehetem. És Horváth István, szekszárdi parlamenti képviselőtársam volt az, aki kezdettől minden alkalommal elkísért. És aztán egy parlamenti bandériumot szerveztünk, hogy akik szívesen becsatlakoznának, azokat itt besorozzák, és esküt tesznek a hazára, és onnantól kezdve ők is katonai hagyományőrzők, huszár hagyományőrzőké válnak. Nyilvánvalóan ez egy kulturális sokk, hiszen visszamegyünk időben egy kicsikét, és itt Szentegyházán, a legmagasabban fekvő magyar városban, a Kárpát-medencében, mert hogy itt vagyunk már a Hargitán, itt összegyűlnek a Kárpát-medencéből azok a hagyományőrző huszárok, akik tisztelni akarnak. Tisztelni akarnak azelőtt, az emlék előtt, hogy Bem tábornok 1848 őszén egy toborzó őszi hadjárat keretében ezeken a falvakon végigment. És ennek emlékére itt a helyi huszár hagyományőrző egyesület szervezésében az összes Kárpát-medencéből ideérkezett hagyományőrző is szekerekre ülve, vagy lovon, lóháton körbejárjuk ezt a vidéket, és minden faluba betérve, a polgármestertől engedélyt kérve, a falu közepén táncos toborzás történik, és ezzel megelevenítjük a 48-as hagyományokat, és azt a kulturális közeget a népdalokkal, a kívánságokkal, a toborzással, amely annak idején valóban a világ csodájára, a magyar szabadság nevét, a magyar szabadság üzenetét felemelte Európa tetejére. A 17. őszi hadjáratról a következő napokban többször is láthatnak majd hosszabb összeállítást televízió műsorában.